Következő mérésünk a fizika tárgykörében, 7. osztály, 4-es számú kísérlet, termikus kölcsönhatások. Segítőm Péter, aki méréseket végzett korábban már a témakörben, ezt el fogja mondani, és elmondja azt is, hogy milyen módon állította össze, mire figyelt, és milyen fizikai háttere van ennek a mérési feladatnak. Termikus kölcsönhatások. Hőtan témakörében. Így bizony, a termikus kölcsönhatásról szól az előadásom. Először beszéljük meg a fogalmát. Ugye az alapja az, hogy két különböző hőmérsékletű testnek egymáshoz kell érnie, és ennek hatására kiegyenlítődik a hőmérsékletük. Ez az egész kölcsönhatás addig tart, amíg a két test hőmérséklete egyenlő nem lesz. Rengeteg feltétele van, most felsorolok néhányat. Ugye fontos, hogy két különböző hőmérsékletű testet használjunk a mérések során. Hát továbbá fontos, hogy mondjuk legyen két különböző halmazállapota, bár ez nem mindig szükséges, hiszen a jelen mérésnél is két folyékony halmazállapotú testet fogunk használni. Mondjam a kísérletet? Mindjárt mondhatod, tehát akkor az halmazállapotot azt nem különböztetném, mert lehetnek különböző halmazállapotok, azonos halmazállapotok, különböző hőmérsékletűek legyenek, legyen köztük kölcsönhatás, kontaktus valamilyen formában, ugye, és mikor kialakul a közös hőmérséklet, akkor azt mondhatnék, hogy termikus egyensúly. Erre törekszenek. Tehát termikus egyensúly. És akkor nézzük meg a másik kamerát, hogy mi van az asztalunkon. Előzőleg összeállítottunk egy kísérletet, aminek az alapja két tárolóedény, mindkettőbe víz található. A kisebb mérőedénybe 60 fokos a víz. Ez nem fog most látszani, de... Tehát ezt megmérted, meg a mérési korábbi állapotokban ilyeneket használtál. A nagyobb mérőedényben pedig 20 Celsius fokos. Tehát ugye csapvíz volt, ezt megint csak meg kell mérni a mérés előtt. Tehát mérés kölcsönhatás előtt, legalábbis amikor még nincsenek közvetlen kölcsönhatásban, megmérd mind a két folyadéknak a hőmérsékletét, följegyzed, utána mi a feladatunk? Készítettem egy táblázatot, majd később egy diagramot az adatokból. A táblázatba feljegyeztem 7 percig, fél percenként az adatokat. Ugye 60 fokról indult a melegebb. De akkor ezt, mielőtt megtetted volna, a két testet kölcsönhatásba hoztad, ugye? Igen, tehát a kisebb... Tegyük akkor, lássuk, hogyan. Tehát követed a munkafüzet leírását, látom. Igen, igen, belehelyezzük, és ugye, mint szinte bárhol máshol itt is, a hidegebb víz fel fog melegedni, a meleg víz pedig lehűl. Jó. Én javaslom a mérés végrehajtásánál a tanulóknál, hogy egy mélyebb edényt válaszolnak, amiben teljesen elmerül, hogy kölcsönhatás szorosabb legyen, és akkor a két test között legyen a kölcsönhatás, mert most azért hőt lead a, hát a környezetének is. Úgy van. Tehát akkor egy mélyebb edénybe teljes bemerülést javaslok, és akkor fél percenként javaslod megmérni a hőmérsékletet. És akkor mit találtál? Hát, és mind a két testnek mérjük a hőmérsékletét, tehát mérjük a külső és mérjük a belső folyadéknak is a hőmérsékletét. Mit tapasztaltál? Hát ugye lehűlt a melegebb, a 7. perc végén 36,5 fokra hűlt a 60 fokról, ami hát nem csak a, ugye, nem csak a másik folyadéknak adta át a hőjét, hanem nyilván a levegőnek is, és a, hideget pedig? Folyadék pedig 24,5 fokos lett a 20 fokról. Ez volt 7 perc után. Hát ha tovább váltunk volna, akkor ez még hát kiegyenlítődött volna. Tehát a gyorsabb kiegyenlítés véget, tehát még egyszer mondom, akkor legyen egy teljes borítás a későbbi méréseknél, és hát a két grafikont, ha te fölvetted, akkor látszott, hogy a hidegebb az, ahogy telt az idő, melegedett, és a grafikon emelkedett, a másiknál pedig egy 60 fokról fokozatosan csökkent. És ez a két grafikon hosszú-hosszú idő után találkozott volna egy közös hőmérsékleten, amelyre tehát egy óra keretében van idő, de most ide a film keretében csak akkor elmondjuk a mérésnek a indítását, illetve hát ha te 7 percig ezt nyomon követted, és akkor még nem állt be a termikus egyensúly.
Rendben van, köszönjük szépen!